az emberi kegyetlenségről következik egy történet. 4 millió forintnak megfelelő nyomra vezetői díjat tűztek ki annak a turistának az ügyében, aki a Grand Canyonba rúgott egy mókust. A brutális cselekményről készült videó bejárta a világhálót, emberek millióit háborította fel. Az ismeretlen időpontban készült videón egy félmeztelen férfi látható, amint ennivalóval mókusokat csal a szakadék széléhez, majd egyetlen rugással a mélybe repíti az egyik gyanútlan állatot. A jelenetet rögzítő szemtanúk szerint a férfi franciául beszélt. De miért tette? Istenem, ez szörnyű. Ilyen reakciókkal fogadják az emberek a megdöbbentő felvételt. A Nemzeti Park igazgatósága vizsgálatot indított, egy állatvédő szervezet pedig pénzjutalmat, mintegy 4 millió forintot ajánlott fel annak, aki segít megtalálni, letartóztatni és felelősségre vonni a tettest. Szintén a Grand Canyonban történt a közelmúltban az az eset, amikor egy férfi érthetetlen módon egy hatalmas sziklát tört le a helyéről a természetvédelmi helyszínen. A vadon élő állatok bántalmazását az Egyesült Államokban fél évig terjedő börtön és $5000 pénzbüntetéssel sújthatják.